gyilkoséhoz hasonlította az elsüllyedt komp kapitányának viselkedését a dél-koreai elnök. Az utasoknak ugyanis azt mondták, hogy maradjanak a kabinjukban, a legénység tagjai viszont menekültek. Eddig 87 halottat találtak, de több mint 200 embert még mindig keresnek. Rédli Balázs összefoglalója. Imádkoznak és várakoznak a hozzátartozók a kikötőben. A gyerekeik utaztak a szerencsétlenül járt hajón. Túlélőt napok óta nem találtak. A mentőegységek újabb és újabb holttesteket hoznak a felszínre és szállítanak a partra. Kint a tengeren bójákkal jelölték meg azt a helyet, ahol a komp elsüllyedt. A búvárok szombatra virradóra érték el a hajótestet. Most az üzemanyagot próbálják kiszivattyúzni a tartályokból, és a hajó kiemeléséhez szükséges hatalmas úszó emelődaruk is megérkeztek. De még nincs döntés arról, hogy ezekre mikor lesz szükség. A térséget katasztrófa sújtotta övezetté nyilvánították, és a holttestek megtalálásához távirányítású robottenger alatt járót is bevetnek. A baleset helyszínén erősek az áramlatok, így sajnos nagyon nehéz a munka, mondta a parti őrség illetékese. Ő volt a hajó kapitánya. Egy 4 évvel ezelőtt készült reklámban pont vele reklámozták ezt az útvonalat. Szerintem ez a hajó biztonságosabb bármilyen más járműnél, egészen addig, amíg az utasok követik a legénység utasításait, mondja a felvételen. Könnyen lehet, hogy éppen ebből volt a gond. Amikor a hajó süllyedni kezdett, a legénység ráparancsolt az utasokra, hogy maradjanak a kabinjaikban. Ahogy a hagyománytisztelő és hierarchikus koreai társadalomban megszokott, a parancsot a többség nem kérdőjelezte meg. A kapitány viszont elhagyta a hajót, ráadásul utasnak adta ki magát, amikor átszállt a mentőhajóra. Nem mondták, hogy ő a kapitány, és nem is gondoltuk. Miközben elláttuk a túlélőket, bejöttek néhányan a parti őrségtől, és elvitték. Azt mondták, hogy eljárás alá vonják, mondja az egyik orvos, aki a túlélőkkel foglalkozott. A dél-koreai elnök elismerte, hogy a mentés során sok hibát követtek el, és szigorú felelősségre vonást ígért. A kapitány és a legénység néhány tagjának viselkedése józan észre felfoghatatlan, olyan, mint egy gyilkosság, amit nem tűrhetünk, mondta. A kompkatasztrófa okát még mindig nem tudják. A történtek idején a kapitány nem volt a hajóhídon, és egy tapasztalatlan tisztre bízta a jármű irányítását. A vizsgálat jelenlegi állása szerint a komp egy túlságosan éles és gyors fordulót vett, és ezt követően kezdett süllyedni. Rédli Balázs, Hír 24.